Szent László kórus bevezető éneke után Nagy Gáborné szavalta el Szabadi Lívia adventi üzenet című versét. Felhőnyaláb, havas ölén, fenyveseknek örök zörgyén, jég szürkére kopott világ, megváltóér némán kiáll. Gyenge, kába, erőtlen lelke, méla merengőben várja azt, ki megszabadít, kit hatalom el nem vakít. Könnyes arcú, nehéz év ez. Fájó szívek összeérnek. Ha majd együtt esünk térdre, várva mind a születésre, a csodára, a varázsra, Isten egyszülött fiára, az imára, egy csöpnyi fényre, életünkben a reményre, akkor bűntől megtisztult lélekkel fogadjuk, szívünkbe zárjuk Isten szent fiát. Esti csendben, asztal körül, családos. Van, ki másnak örül, ki gyertyát gyújt a sötétben. Van, ki hálát ad a nagy égnek, ki azt mondja köszönöm, kit nem érhet el a közöny. Van, ki szeretetét adja át, ajándék helyett önmagát. Lukácsné Orovicz Piroska református lelkész osztotta meg adventi gondolatait. Kedves ünneplő pétiek! Advent közepén járunk, de úgy látom, hogy sokan már karácsonyban élnek, és el is akarják hitetni velünk, hogy már itt van. Nincs olyan település, nincs olyan város, nincs olyan falu,
ahol valamelyik helyen hangszórókból a bevásárló központokban ne hangozna fel már a csendeség különböző átírt szövegekkel, vagy más kimondottan karácsonyi éneket. Számomra ez visszás. Nagyon falsnak tűnik, hiszen még advent van. Még advent közepén járunk, én magam is úgy érzem, hogy még úton vagyok, még csak haladok Betlehem felé. Betlehem még nincs itt. Betlehembe el kell érkezni. Igyekszem arra, hogy mindent megtegyek azért, hogy a megérkezésemkor valóban enyém lehessen az a bizonyos karácsonyi titok, amire picik és nagyok, idősek, akár hány évet is megéltek, mindannyira vágyunk. Hogy szellemileg, testileg, lelkileg ne legyek olyan elfoglalt és olyan fáradt, hogy ne tudjon bennem megszületni Jézus Krisztus, hogy ne találjon bennem helyet. Minden évben én személy szerint más valaki útját bejárva próbálok megérkezni Betlehembe. Hol Mária foglalkoztat, mit érezhetett, hogy érezte magát szülése előtt egy hónappal, hol József, aki aggodalommal tekintett az ismeretlen elé, hol a pásztorok döbbenete, aggodalom, majd lelkesedése, felkiáltásuk, ahogy azt mondják, hogy menjünk el mind Betlehembe. Máskor ott van az angyalok nagy feladata, elhirdetni a világnak az örömhírt. Ezek ejtenek rabul. Az idén a napkeleti bölcsek útját járom ezt az utat. Azt mondja Babits Mihály Csillag után című versében, ülök életünk szobámban, hideg teát kavarok, körülöttem fájás, félés, köthálója kavarok. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, és megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Milyen az, amikor az ember egyszer csak valami nem várt, szokatlan dolgot tapasztal, amikor valami nem várt, szokatlan robban be az életünkbe? Milyen gondolatok támadnak, amikor az addig megszokott napi munkánkat, rutinunkat valami olyan zavarja meg, amire egyáltalán nem számítottunk, amit elképzelni se tudtunk. Fölkelünk-e a székből? Oda megyünk-e, hogy kinézzünk az ablakon? Ha igen, az ígéretes csillag megpillantása lesz a jutalmunk. Advent itt kezdődik. Megpillantani a csillagot. Ugyan most éppen fölöttünk felhős az ég, nem látunk csillagot, de eddig decemberben nagyon szép esték, éjszakák voltak. Ha valaki fölfelé is nézett, nem csak a lába elé, akkor láthatod, hogy milyen csillagos az ég. Rácsodálkozni arra, hogy van valami rendkívüli dolog abban, ami eddig megszoktunk. Rácsodálkozni arra, hogy valami új van készülőben. A sok fény közül azt az egyet, ami a lényeget hordozza, amivel egész jövendőnk, megváltozott életünk benne van. Gyerekkorunkban mindig azt mondták a szülők is a gyermeknek, nézz a lábad elé. És érthető, hiszen félünk attól, hogy el ne botoljunk bele, ne lépjünk valami gödörbe, nehogy valami baleset legyen. De advent pont arról szól, hogy ne a lábunk elé nézzünk, hogy ne csak a szemünk elé nézzünk, hanem emeljük is fel a tekintetünket. Igaz, nagyon sok fénylő álcsillagot látunk magunk körül. Nagyon sok van, ami egyik jobban világít, mint a másik. Még fénycsóvát, harangot, karácsonyfát, hulló csillagot is formáznak azok a füzérek, amikkel tele vannak a települések. De akkor karácsonyunk is az lesz, amik ezek a világító kis lámpácskák, talán nagyon precíz, nagyon időzített, nagyon szépen felvillanó valamik, de aztán az ünnep után visszakerülnek egy évig a dobozba. Pedig a karácsony ennél sokkal többet kellene, hogy jelentsem. Sőt, igazi jelentéséből, megélésétől mindez, amit ma a kereskedelem és a televízió, a reklámok nekünk kínálnak, nagyon-nagyon messze van. Mert fölfelé kell nézni.
Oda, ahol nem zavarja a látásunkat sem az utcazaja, sem a karácsonyi vásárzsivaja, sem a műfény. Oda, ahol az ember megérzi azt, hogy milyen pici, milyen kicsi, mennyire esendő. Hogy mennyire elveszett, hogy mennyire kell neki valaki kapaszkodó, akinek megfogja a kezét, akire rábízza magát. Ahol Vajda János gyönyörű megfogalmazásában átérzi, hogy milyen az, amikor körültem csillagmiriád, verseny kacérkodik, ragyog, fejemre szórja sugarát. A bölcsek is így pillanthatták meg a miriádok között azt az egyetlen csillagot, amelyik útnak indította őket. A legtöbbször mi azt a képet látjuk magunk előtt, és a festmények is főként ezt ábrázolják, ahogy az istállóban ott van ez a három ember csodálatos ruhába, keleti gazdagsággal feldíszített ruhába öltözött ember, és rettentő gazdag ajándékot tesznek le a gyermek Jézus elé. De belegondoltunk már valaha abba, hogy mi minden van emögött az út mögött, amíg ők eljutottak napkeletről Betlehembe? 1500 kilométer út. Nem repülőgépen, nem autón, nem biztonságos körülmények között, hanem kiszolgáltatva. És ez az 1500 kilométer hosszú út 25-30 nap alatt történhetett meg. Menni éjszaka, menni nappal, viselni a nappalnak a hőségét, a szárazságát, a homok zivatarokat, a homokfúvásokat, az éjszaka hidegét. Mi minden történhetett ez alatt? Hányszor voltak fáradtak, szomjasak, éhesek? Hogyan kerestek szállást? Milyen melegük lehetett? És talán még az is megfordult a fejükbe, hogy érdemes volt? Egyáltalán eljutunk a célig? Ne forduljunk vissza inkább? A Biblia azonban nekünk azt mondja, hogy ők mentek, mert ahogy olvassuk a Máté evangéliumában, mentek, követték a csillagot egészen addig, amíg az meg nem állt Betlehemben. Menni és nem megállni, nem visszafordulni, nem feladni. Nem azt mondani, hogy eddig is megvolt minden a maga menetében. Sok karácsony megéltünk már, megtörtént minden, megvolt az asztal, megvolt az ajándék, megvolt az ünnep, a rokonlátogatás, majd meg lesz ez is valahogy. Hanem nem adni fel a reményt, hogy talán az idén máshogy lesz. Talán másmilyen lesz. Hogy utunk csak ne a bevásárló központba vigyen, esetleg talán még külföldre is, hanem legyen egy olyan karácsonyunk, egy olyan utunk karácsony előtt, amit talán még soha az életben nem tettünk meg. Elhangzott lépteket őriz a mellem, szemem gyerekkori csillagokat, három fáradt bölcs kételkedik bennem, a betlehemi fényesség alatt idézi fel Váci Mihály gyerekkora szépségét. Mert a csillag egyszer csak megáll. Nem örökké megy a csillag, egyszer meg fog állni, mert minden csillag megáll egyszer. Akit a mi hitünk szerint Isten elhív egyfajta útra, a célba is fog érni. Vezetőt ad, mint népének annak idejét az Egyiptomból kivezető pusztába, nappal tűzoszlop, füstoszlop, éjjel tűzoszlop formájában. Ugyanúgy nekünk is nap mint nap megadja a vezetőt. Jézus Krisztus megszületésekor pedig csillag vezetett, és azóta is ez a csillag az, ami számunkra az egyetlen jele annak, hogy az idén is lesz karácsony. Hogy Isten készít nekünk karácsony. Egyetlen út vezet hozzá. Jézus Krisztushoz nem lehet máshogy eljutni, csak úgy, ahogy ő mondta azt, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki se mehet az Atyához, csak is általam. Úgy juthatunk el mi is karácsonyhoz, ha ezt a bölcsek formálta utat tesszük. Ha, hogy ünnep legyen a mi karácsonyunk, valódi ünnep, ne csak egy olyan nap, ami piros, betűs és munkaszüneti nap, hogy ne csak pillanatig tartó események legyenek, hiszen az ajándékokat
megunjuk, az ajándékok nem tetszenek, az ételeket elfogyasztjuk. A kitakarított szoba újra rendetlen lesz, hogy ezen felül legyen valami más is. Bizony, neki kell indulni. A három bölcs örült, amikor megpillantották a gyermeket, jegyzi fel nekünk a Szentírás. Tehát nem volt hiába való az útjuk. Mint ahogy azóta sem hiába való egyetlen út sem, amin Isten indít el bennünket. Lehet, hogy fárasztó. Lehet, hogy lemondással jár. Biztos sokkal kényelmesebb otthon ülni a szobában, nézni a televíziót, ilyen programra menni, olyan programra menni, mint esetleg azt az utat követni, amit Isten ír nekünk elő. De az biztos, hogy az élet teljességét, a találkozást, az igazi találkozást az egyszülött fiában, ez az út biztosítja. Akarunk-e egyszer végre olyan igazi karácsonyt, amilyen volt gyerekkorunkban, amit őrzünk mindannyian a szívünkben? Akarunk-e újra rácsodálkozni, izgatottan várni, boldognak lenni önfeledten, tudva, hogy életünk biztos kezekben van, hiszen szüleink, atyánk, anyánk, nagyszüleink gondoskodnak rólunk. Akarunk-e gyerekek maradni? Kedves felnőttek, ez a nagy kérdés mindannyiunk számunkra. Felnőttünk, megöregedtünk, megkérgesedette a lelkünk, vagy hordozzuk-e magunkban még azt a gyermeket, akik egykor voltunk? Kívánom mindannyiunknak, hogy amíg hátralévő adventi időszakban járjuk az utunkat a bölcsekkel, kövessük őket itt a 21. században, menjünk velük, hogy eljussunk Betlehembe, a jászolhoz, hogy a kincseinket, azt a kincset, amit mi kaptunk az Istentől, odaadjuk neki, és így ajándékozottból ajándékozó lehessünk. Áldjon meg bennünket, mindannyiunkat Isten ilyen boldog karácsonnyal, békés ünnepekkel, szeretetben egymással és vele magával. Köszönöm szépen! Pétfürdő adventi koszorúján a második gyertyát Lukácsné Orovicz Piroska, református lelkész gyújtotta meg. Adventi időt kis fenyő át, robog az első gyertyalán, újjong a szívünk, arra gyúr, nincs már messze az úr. Karácsony várva látban a köz, isteni gyermeket köszönt, újjong a szívünk. Horváth István általános iskola diákjai egy meghitt műsorral készültek. Kovács Zsolka advent, fehér csend, ezüst hó, egymásba olvadó, gyémánt jég, üvegág, gyöngyöző messzeség, fénylő éj, zöld fenyő, ünnepet ündöklő, gyertya gyúl, csillag, fény, béke és remény. Sóhaj száj, szeretet, karácsony éjjelén. Hol volt hajnából? Volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek. Azt mondta az első. Én vagyok a béke, de az embert nem képesek életben tartani, azt hiszem el fogok aludni. Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanót emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra. A második azt mondta. Én vagyok a hit. Sajnos az emberek feleslegesnek tartanak,
Nincsen értelme tovább égnem. Néhány pillanat múlva, a következő pillanatban egy elnyefú vallat kioltotta a lányra. Szomorúan így szólt a harmadik gyertya. Én vagyok a szeretet. Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem. Semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. Ezzel ki is aludt. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott. De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne örökké. Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt. Ekkor megszólalt a negyedik gyertya. Ne félj, amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény. A gyermek szeme felragyogott. Megragadta, amíg égő gyertyák lángjával új életre keltette a többi. Karácsony ünnepén mindenhol gyertya ég. A békesség jelképe a gyertyaláng. Minden nap gyújtsatok gyertyát, emberek, égjen a békeláng mindenhol már. A műsor végén a jelenlévőket szeretett vendégség várta zsíros kenyérrel és meleg teával.